and gentlemen, let's start the awarding ceremony of the women's competition of the 46th World Military Modern Pentathlon Championship. Let's welcome the medalists. Szóval akkor megkezdjük a 46. katonai ötös a világbajnokság eredmény hirdetését. Jönnek a dobogósok, szerencsére magyar érdekeltséggel. Ladies and gentlemen, the medals will be presented by Brigadier General József Spisiak, Deputy Commander of the Hungarian Defense Forces for Augmentation, Preparation and Training Command. Az érmeket majd Spisiak József dandártábornok úr adja át. A trófákat és az egyéb ajándékokat pedig Kállai Ákos világbajnok a női és a szövetség kapitány adja át. A bronzérmes Lengyelországból Anna Maliszewska. Anna Maliszewska lett tehát a harmadik, és ezzel ő az, aki 2004-et követően ismételten Magyarországon megrendezett katonai ötusa világbajnokságon bronzérmet tudott szerezni a lengyel csapatnak, és persze saját magának is. Hatodik helyről kezdte egyébként a lézőránt. Maliszewska tehát a harmadik, második helyen viszont Kovács Sarolta Magyarország képviseletében, aki ugyancsak ebből a pozícióból kezdte meg a lézőránt, 9 másodperces hátrányban volt az orosz Alice Fakhrudinovával szemben, őt megelőzte, azonban egy másik konfitársával nem bír Saci, aki így is másfél-két héten belül a második világbajnokságon teljesített parádésan, hiszen Mexikó városban másfél héttel ezelőtt csapatban világbajnoki címet szerzett. A katonai világbajnoknak azonban az orosz Jekaterina Kuraskina mondhatja magát. Ő az, aki nem csak a vívást nyerte meg, hanem az összetettet is, mert hogy a lézerrámban bár több másodpercen keresztül, több körön keresztül ott volt Saci mögött, végül jobb futó teljesítményének köszönhetően, extra futó teljesítményének köszönhetően ő állhatott föl a dobogó legfelső fokára itt Budapesten a Honvéd atlétikai pályáján. Az ő tiszteletére pedig szóljon most az orosz himnusz. Ezek voltak a célba érkezés pillanatai az orosz versenyző számára, amikor is átszakította a célszalagot, és közben Saciék pedig összeálltak a győztes képekre, mert hogy a dobogósokat természetesen rengeteg fotós, illetőleg operatőr várta és várja egy helyszínen, ahogy az ebből a képből nagyon szépen ki is rajzolódott. Saci révén tehát van egy ezüst érmünk női egyéniben ezen a katonai világbajnokságon, az első döntős nap, tehát ilyen szempontból abszolút pozitívan indul. Közben Kállai Ákos érkezett meg és adja át a trófeákat és az egyéb apró szuvenyíreket, ajándékokat a versenyzőknek. A legnagyobb mosolyt és talán a legnagyobb puszit természetesen Saci kapta Kállai Ákostól. Csak a rend kedvéért érdemes megemlíteni, hogy holnap, azaz pénteken a férfi döntőkkel folytatódik majd a 46. ötusa
katonai öttus a világbajnokság, hogy aztán szombaton jöjjön a vegyes váltó. A tekintetben nincsen tehát változás, szokásos lebonyolítási rend, csak úgy, mint egy normális öttus a versenyen. Egyébként minden ilyen szempontból ugyanolyan, mint egy normál öttus a versenyen, leszámítva azt, hogy az indulók csak és kizárólag hivatásos katonák lehetnek. Saci tehát javított egy pozíciót, hiszen tavaly indult először katonai világbajnokságon, akkor Lengyelországban is ott volt a dobogon, harmadik lett, most pedig egy fokot és egy szintet előrébb lépve végül a második helyen végzett. Hát, ha így folytatja, akkor nagy logika és matematikai tudás nem kell hozzá, hogy esetleg 2019-ben még följebb lépjen. Mondom ezt persze úgy, hogy akkor lesz majd egy Magyarországon rendezett öttus a VB is Budapesten. Ennyit az egyéni végzettekről és egyéni helyezésekről, akiknek természetesen gratulálunk, hamarosan pedig folytatjuk a csapatverseny végeredményével, mert hogy e tekintetben is vannak, lesznek dobogósok. Gentlemen, we continue the awarding ceremony with the team competition. Let's welcome the best teams. És az egyéni díjkiosztást követően pedig jöjjön akkor a csapatverseny, mert hogy ebben is az első három helyezett a dobogóra léphet. And ladies and gentlemen, the medals will be presented by Lieutenant Colonel Rafael Pinheiro, official CISM representative. Az érmeket Rafael Pinheiro alezredes adja át. The trophy and the special award of the president of the CISM Modern Pentathlon Committee will be presented by Colonel Marcelo González, official UIPM delegate. A trófákat, illetőleg az egyéb kis ajándékokat pedig Marcelo González adja majd át a Nemzetközi Öttus Szövetség részéről. Harmadik lett, és ezzel bronzérmet nyert Olaszország csapata. Alessandra Frezza, Maria Lea López, illetőleg Aurora Tognetti alkotják ezt a hármast, őket láthatjuk most a képernyőn. Nagyon sokáig egyébként a magyar csapat is kiválóan tartotta magát, hiszen a lézeránt megelőzően még második helyen voltak a miénk. Végül az olaszok 45 ponttal, de megelőzték a magyar csapatot. Ennek köszönhetően mi nem, az olaszok viszont ott vannak a dobogon. Második lett, és ezzel ezüstérmet nyert a litván csapat. Aurelia Tamasauskaitė, Lina Batulevičiūtė, illetőleg Leva Serapinaitė. Nagyon minimális különbségekkel végeztek egyébként előrébb az olaszoknál, hiszen 15 ponttal sem előzték meg a dobogó alsó fokán lévő kékmezes együttest. És hát már csak egyetlen egy csapat maradt hátra. Azt lehet mondani, hogy Oroszország tökéletes napot zárt, hiszen nem csak egyéniben ünnepelhetnek VB aranyat itt a katonai VB-n, hanem csapatban is, mert hogy ők vannak ott a dobogó legfelső fokán, legmosolygósabban. Alize Fakrudinová, Jekaterina Kuráskina, és ott van még Svetlana Lebedevá is. 12. lett a legrosszabbul végző öttusázó, ami mindenféleképpen egy fantasztikus teljesítmény az ő részükről.
csapatverseny győztese tehát az orosz válogatott. Nagyjából 6 nemzet volt egyébként erre esélyes. Oroszország, Olaszország, Litvánia, Magyarország, Ukrajna. Többiek már inkább leszakadóban voltak, hiszen például az argentinok is megvoltak létszámban, de annyira hátul helyezkedtek el. Csak úgy, mint a brazilok, hogy nekik erre nem volt esélyük. Úgyhogy most ismételten szóljon az orosz himnusz. A győztesek tiszteletére hallgassuk meg az orosz himnuszt. Kedves nézőink, még egy utolsó csoportképre összeállnak a győztesek itt a csapatversenyben. Úgyhogy ez az a kupa, amelyet elhódítottak az oroszok a csapatversenyt illetően, de ugyebár az egyéni aranyat is ők vihetik haza. Úgyhogy mi ezekkel az örömképekkel búcsúzunk önökkel, és várjuk önöket természetesen holnap is, mert hogy ma rendezték a női döntőket, pénteken viszont jönnek a férfiak, többek között Marosi Ádámmal, aki egyébként a normál öttusát tekintve, ugyebár bronzéremmel is rendelkezik az olimpiákról, viszont tavaly megnyerte a katonai világbajnokságot, úgyhogy most itt címvédőként áll majd rajthoz, reméljünk és bizakodjunk a minél jobb szereplésben. Csak a rendkedvéért még egyszer, Kovács Sarolta második lett, ezzel lett egy érmünk, a magyar csapat pedig negyedik helyen végzett, úgyhogy ez volt az első döntő, a 46. katonai öttus a világbajnokságon Budapestről. Köszönjük a figyelmet, szép estét kívánunk, és találkozunk holnap, viszontlátáson. Same program as we have today with all the legs of modern pentathlon. So have a safe trip home and see you tomorrow.